Feltehetően egy férfi holttestét találták meg pénteken délelőtt Jászberény belvárosában, a szövetkezet úti hítól nem messze a kőhíd irányába vezető sétányon. Az esetnél a tűzoltók és mentők is jelen voltak, illetve a rendőrök helyszíneltek. A részletekkel kapcsolatban megkerestük a Jászlökonszolnok megyei rendőrfőkapitányságot. A sajtó ügyeletes Dávid Munika rendőrőr nagy válasz e-mailjében mindössze annyi szerepelt, hogy a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.